Szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok! Szabó Ádám a vendégünk, az a Szabó Ádi, aki már volt egyrészt bent a stúdióban, méghozzá a nyári olimpián női mezőnyverseny, plusz többször, ha jól emlékszem, többször kapcsoltuk már telefonon, akkor ugye már mint szakasz, hogy verseny közben nem nagyon volt idő hosszasan beszélgetni, most lesz, szia Ádi! Szia, szia, üdvözlöm a hallgatókat! Mindig, vagy nem is mindig, de legtöbbször úgy szoktalak bemutatni azoknak, akik nem feltétlenül ismernek téged névről, hogy Pannonnál volt sportigazgató, ugye a Walter, Dina, Fetter, Filutás, Igen. sorolhatnánk fél a Pannonnál. Volt Vasblanka edzője, most a Ramnál dolgozik. Talán ez így teljes nagyjából, nem? És, a, és az első ember az Eurosporton, aki közvetítette a saját barátnőjét. <coughs> az se kis bravúr. Hát ezt nem is tudtam. Szóval, Ádi, ö, mivel van időnk, szerintem haladjunk kronológia szerint. Kezdetek! Pozsonyba születtél, ott nőttél föl nem teljesen igaz. Komáromba születtem. Igen. A Komárom szlovákia oldalán. Pozsonyba akkor kerültem fel, amikor a főiskolai tanulmányomat kezdtem, úgyhogy így ilyen 2009, hogy belőjük az időt, és gyakorlatilag 2009 óta húzamosabb ideig már ott lakom, vagyis hát oda szól a lakcímkártyám, inkább úgy mondanám. Miért választja mondjuk ilyen 2000, de majd kijavít a szép szám, ügyileg, nem tudom, 4 5 hat környékén egy komárom is rác, amikor a foci helyett a kerékpárt. Hát, amúgy focival kezdődött, de eszméletlenül rossz voltam fociban. Úgyhogy focizni is el kellett járnom uh, falura. <laughs> És uh, hát kitekerni edzésre visszatekerni, akkor nem igazán volt az, hogy kivigyenek, úgyhogy ezért maradt a bicó, ki kipkerékpároztam, aztán haza, és uh, amúgy kezetekben jobb volt, és szóval több barátom, barátot találtam, így abban a, vagy hát úgy volt a baráti köröm, hogy uh, hogy inkább bicikliztek, mint hogy focizzanak, és akkor maradt a bicó. Először csak így hülyeségből hülyéskedtünk biciklivel, aztán ez áttört versenyzésbe is, és hogy gyakorlatilag így maradt a kerékpásport. Meg jobb uh, eredményem is volt a kerékpárban. Szlovákiában egyébként foci korong? ez a két top sport. Igen. Volt akkor is, és most Igen, is. Igen, tehát, Igen, hogy Igen. azért nem volt alap, meg ha az évszámokból indulunk ki, azért nem nagyon volt még Szagán hatás. Nem, nem, nem. nem. Szagán, hát ő velem egy, egy idős. Tehát 90-es? 90-es, úgyhogy benne vagyunk a 30 mind a ketten. Én emlékszem rá, amikor még így juniorban még együtt, együtt biciklőztünk, hát úgyhogy egy mezőnyben voltunk, de már akkor látszott rajta, hogy, hogy, ő azért egy kicsit más szintet képvisel, mint mi. Akkoriban, amikor te elkezdtél, és mondjuk már kaptatok bicót, kaptatok mesztet szervezet körülmények között, akkor nagyon nehéz volt Szlovákiában tekeni, vagy jobb volt a helyzet, mint itthon? Nem tudom összehasonlítani, mert én gyakorlatilag addig, amíg nem kezdtük el a pannot, nekem közöm nem volt a magyar kerékpársporthoz, illetve senkihez Magyarországon, kerékpárügyileg. Úgyhogy nem tudom, nem tudom konkrétan összehasonlítani. Nálunk elég jó volt, mert amikor felkerültem 23-ba, sőt még juniorba is, már azért elég nagy támogatást kaptam, kaptunk a, a, csapat részről. Sok verseny junior korba, Tehát, hogy lehetett válogatni? Volt, volt, volt még uh, juniorban juniorban uh, még csak nemzeti szinten, aztán aztán uh, már 23-asban bele-bele kukkantottunk a nemzetközi mezőnybe is. Nemzeti szinten úgy mondanám, hogy nemzeti szintű versenyek szlovákián, Csehországban, itt-ott Lengyelországban, és aztán a nemzetközi versenyek azok inkább már csak egy 23 ban jöttek. Ha ugrunk előre pár évet az időben, amikor már Péter Szegán megismertük, és mondjuk a Likvigázban elkezdett nyeregetni, tehát ez a 2012 és környéke, akkor érezhetően volt egy boom otthon? Vagy csak Igen. mi gondoljuk messziről, hogy volt? Nem, 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 ezt, ez, ez ezt. már amikor elkezdett nyeregetni, én nem igazán voltam otthon, úgyhogy már akkor is külföldi csapatoknál tevékenykedtem, és egyszer, meg, meg nem is volt annyi időm kerékpározni és egyszer kimentem edzeni a szlovákiai vagy hát ott Pozsony, Pozsonyban a Dunapartra, és minden második ember vagy szlovák nemzeti mezben jött, nemzeti bajnoki mezben, vagy akkori Liquigaz mezben, Cannondale mezbe majd később a, szerintem a legtöbb mezt a Tinkov csapatból, a Szagán szlovák nemzeti bajnoki mezéből adták el. Szegára visszatérve, és Mikitől is kérdezgettem már neked, milyen kapcsolatod van vele? Tehát mentetek anno Juniorba egy mezőnybe, vagy nem tudom, töltöttetek együtt hosszú napokat, beszélgettetek sokat? Hát én nem. Nem, nem, igazán. Nem, mert amikor már én oda kerültem volna, hogy, hogy válogatott, stb., akkor, akkor ő már, akkor már külföldön, külföldön versenyzett. Meddig tartott a te pályafutásod, és mennyire jött ebből az, hogy akár sportigazgatóként vagy edzőként folytatod? Hát edzői pályafutás az így, az így eleve adta magát, mert amikor elkezdtem a főiskolai, főiskolai tanulmányaimat, akkor Pozsony Egyetemen tanultam. Valami olyasmit, és ez talán így, így könnyebb lesz elképzelni, olyasmit, mint itt Budapesten a TF. Úgyhogy gyakorlatilag edzőnek tanultam a főiskolán, ezt be is fejeztem, 5 évig mester szakon, 2014-ben le is államvizsgáztam, és, és akkor ez így elég nagy váltások voltak pont, pont akkor, amikor én már befejezgettem a főiskolát de még a főiskolán tanultam, amikor a Szlovák Szövetség kihirdetett egy álláshirdetést junior válogatott edzőjének és segédedzőjének. És megkaptam akkor a segédedzői posztot. Ke úgy kellett hozzá a papír? Tehát az, hogy elvégezted a sulit hmm. jól jött, vagy annélkül is ment volna? Annélkül is ment volna, de mivel tudták, hogy, a, hogy, hogy meg, meg, akkor már megvolt az alapképzésem is, úgy, hogy már, úgyhogy már egy papír volt, és már, visz, már gyakorlatilag azzal teljesítettem volna az alapfeltételeket, de mivel tudták, hogy még mesterfokon tanulok, meg stb. ezért ez így jól vette ki magát, hogy akkor már, már gyakorlatilag a súly közben tudtam úgymond sportvezetőként tevékenykedni a válogatottnál. Tehát akkor ez volt a junior csapat? Ez volt a junior válogatott csapat. Első éven segédedző voltam, második éven már vezetőedző és így folyamatosan léptem fel a ranglistán. A következő éven már, már 23-asokat vittem, és onnantól kezdve kezdődött meg így a nemzetközi karrierem. Volt abban a csapatban olyan név, akit ismerhetünk, vagy relatíve messze jutott? Bármelyik korosztályban, akit vittél. Például a Lukás Kubis, uh -huh. a talán neki talán nevét így a, így a konti szinten talán még, még meg, 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 megragadtak, de, de följebb. Tehát vörtúr nem? A vörtúr nem. Hát meg eleve eleve, ugye Szlaákjáról hány vörtúros volt a, volt a Petter Velicsék időszaka, de akkor én, még, akkor én még nem voltam sportvezető, akkor ők még számomra így egy ilyen elképzelhetetlen dimenzióba a dimenziót képviseltek, és utána kikerültek a szagányék, akik szintén uh, jobbak voltak tőlem, de már valamivel elérhetőbb volt az a, vagy hát valamivel elképzelhető volt az a, az a, szint, amit ők képviseltek akkoriban, amikor még én versenyeztem. Illetve hát volt ugye a két szagán, illetve még a Mikál Kolár, aki, aki a, a Tinkovba, illetve a Borába egy pár évre, és utána a ver talán most van egy jó is őt, ő már megint kiesett, mert akkor én már nem dolgoztam. Szröcsek, igen, uh -huh. szröcsek. Jó, jöjjön az egyik legérdekesebb téma, amiben szerintem el fogunk merülni. Pannon 2018, az volt a igen. csapat első éve. Arra vissza tudsz emlékezni, amikor legelőször hallottál róla, vagy felhívott téged valaki, hogy figyelj, ide kéne jönni, mert ez lesz. Igen, erre konkrétan, erre, ez még nem annyira távoli, távoli mód, hogy erre még úgy vissza tudok emlékezni. Mert most már utólag tudjuk, hogy azért az a pannon, most tök mindegy, hogy milyen volt a vége, nagyon-nagyon kellett egyes versenyzők pályafutásához. Na de amikor téged felhívtak és elindult az egész, akkor mennyire volt hihetetlen a történet, mert azért nem hemzsegtek a csapatok itthon. Számomra elég, hát úgymond én egy kicsit kételkedve álltam azért a dolgokhoz, mert nagyon nagy volt az elképzelés, de hogyha reálisan megnéztem, és mondtam, hogy ha ennek a projektnek legalább a 20%-a valósul, ami valósult is, mondjuk rá, hogy kicsit több is, akkor ez egy szuper lesz. Így hozzáva szerintem elég jó volt. Na és kihívott, illetve mivel, ha nagyjából emlékszel rá? 2017... 2017. augusztus vége volt, pont megjöttünk, a, akkor még akkor. Akkor már ismét az 23-as válogatottnak voltam a szövetségi kapitánya Szlovákián, és konkrétan emlékszem, hogy Herningbe, Dániába volt az, az Európa-bajnokság. Onnan megjöttünk, és a, és a hét köz, onnan megjöttünk, nem tudom, hétfőked, és talán olyan szerda tájékán e, találkoztam először az akkori csapatvezetéssel, illetve az én egyik e, volt jó barátom, Áron, aki később a csapatnak az edzője is volt, szóval Kisáran és Bálint -Ri Riárt hívott, hívott fel, és uh, hát végül is van, innen indult a történet, bemutatták a csapat elképzelését, és ekkor volt az, hogy mondom, ez így, ez így nagyon szép, de mondom, hogyha ennek talán a, már hogyha elkezdünk versenyezni, és, és, és összehozunk valamit, valahogy csak annyi legyen ott, hogy odajutunk a versenyekre, és ezek a srácok el tudnak indulni ezeken a versenyeken, amik már plusz-minusz a fejembe voltak, mert hát akkor már azért annyira képbe voltam a, a, a kerékpásporttal, főleg itt a, itt a környékünkön, közép, kötőjel-kelet Európában, hogy, hogy azért tudtam, hogy milyen versenyekre tudunk kijutni, és milyen versenyeket tudunk abszolválni, és hogyha azokra versenyekre ki tudunk jutni, mondom, akkor az már szuper lesz. De ki ismert téged, illetve ki tudta rólad, hogy te mondjuk ilyen sportigazgatónak alkalmas lehet? Eleve a, eleve a csapatkoncepció elég jó volt, eléggé ez, ez, mondjuk, ez mondjuk tényleg jó volt felállítva, hogy olyan uh, csapatvezető, főleg a csapatvezetőket olyanokat kerestünk, vagy kerestek akkoriban a csapatba, akiknek uh, úgymond nem volt semmi kötődése a már meglévő magyar kerékpár szövetséghez, kerékpár belkekben tevékenykedő emberekhez. Aha. Ez még jó. És ez, 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 szerintem ezért volt sikeres, ez, úgymond sikeres ez a, ez a, ez a projekt. Tehát senki nem ismert senkit, senki nem tartozott, senkinek. Igen. Nem kellett szívességből betenni, mert hoz egy kamus Igen, konzort, Igen, vagy Igen, nem Igen, kamut szponzort, vagy nem kamut. Aha mennyire ismertette a keretet? Most itt van előttünk a 2018-as panon Senki? mennyire. Na de figyelj, ami, amikor... A Mikit ismerte. Hát a az, az, abba bíztam. Szóval, hogy mivel hívtak fel, mi volt az, amire azt mondtad, hogyha a 20%-a teljesül, akkor ez már tök jó lesz, mert én kutakodtam a netten, azért vannak ilyen meredek címadások, hogy cél a vörtúr, és igen. társa, illetve én szerintem voltam olyan panonos sajtótájékoztatón annó, ahol elhangzott, hogy szeretek nagyokat támadni, és menjünk a túra. Igen. Ez nyilván vadul hangzik. Nektek, nektek mit mondtak, vagy téged mivel kerestek meg? Eleve, ugye, azt a projektet, amit el elém tettek, az pénzben nem tudom, arra már nem, nem vagyok teljesen, visz, nem tudok visszaemlékezni, hogy mennyi, mennyi lett volna a büdzsé, de arra, arra konkrétan vissza tudok emlékezni, hogy, hogy, hogy kerékpárokból volt leírva egy csomó, hogy mindenkinek három kerékpár időfutam, ilyen-olyan autók flotta, stb. edzőtáborok, nem tudom, versenyek, ennyi és ennyi versenyző, ennyi és ennyi staff, és uh, voltak olyan versenyek, ahol, ahol örültük, hogy, hogy három uh, staffal ki tudtunk menni a versenyzőkkel. Ki kezdte ezt el felépíteni, vagy te mennyire voltál benne a felépítésben? Tehát gyakorlatilag itt nulláról kellett felépíteni csapatot, igen, nem? Igen. És ebben te benne voltál -e vastagon? Benne. Hát gyakorlatilag az első éven, mivel én ugye nem ismertem senkit, úgy mondta a magyar kerékpásportát, az egy ilyen Dina Márton, Dinadani valahol ott messze-messze Valterati, messze valahol csengtek így a, így a mountainbike-os berkeken, mert azért ők jártak versenyezni, meg, meg azért, meg, azért, én is indultam Magyar Kupán, főleg icco ba úgyhogy ezek a, ezek a nevek azért így, azért csengtek, de gyakorlatilag nem ismertem senkit, viszont a versenynaptár, illetve hogy hol merre fogunk versenyezni, az teljesen az én hatásköröm volt, és így hát úgy mondjam, hogy a, hogy a 2018-as évben aztán így gyakorlatilag minden utána az én, én hatáskörömbe, hatáskörömbe került. Én őszintén leszek, amikor egyszer télen hallottam 2018, nem ilyen január lehetett, uh -huh. hogy van vagy lesz ez a pannon, akkor úgy elkönyveltem magamban, hogy jó, majd amikor másodszor szembe jöttetek, az a jó pár majorkai egynapos Igen. volt. Adja magát a kérdés, hogy te hogy tudtad azt nulláról, vagy hogy tudtátok elintézni, mert ezért jó mezőny volt. És azért az kezdésnek ütős, mert mit szoktunk meg manapság magyar csapatoktól, hogy elkezdik március közepén a szezon, ti pedig már válverdék ellen mentetek január végén. Szóval, hogy oda nehéz volt bekerülni, vagy um, ismerettség, vagy hogy ismer van? Hát per persze, ez ismerettségen, ismerettségen, keresztül történt, úgyhogy voltak, voltak kapcsolataim a majorkai, vagy illetve így a Balár-szigeteki Spanyolországban egy fel van osztva, hogy minden egyes ilyen régiónak van külön szövetség, hogy van a, mit tudom, a katalán szövetség, akkor a murciai szövetség, Aha. és így a Balár-szigeteki szövetség is van, és ott konkrétan volt egy ember, akit én a, a még az utis évekről ismertem, és ezt így, ezt így megcéloztuk, hogy ez jó lenne, hogy ott el tudnánk indulni, és mondtam, hogy ezt szerintem össze tudjuk hozni, hogyha, hogyha meg, lesz rá, meg lesz rá a keret, meg, mert ez egy szerintem a költségvetésünknek a, a, a fele elment erre a négy versenyre mindjárt ja. januárban. És, és utólag így mit mondasz rá 2023 novemberének végén, hogy ez megérte egyébként? Jó volt oda elmenni, vagy az csak ilyen presztízs meg rang? Hát egy hát sportértéke nem igazán volt, de szerintem ez egy jó löket volt így a csapatnak. Mert, Mert látták, most... hogy kikkel mennek, ki kell, a többi. Aha. Szerintem, szerintem ezáltal meg tudtuk csinálni a, a, két edzőtábort, ami, ami ide felvezetett. Egy olyan motivált csapattal, vagy egy olyan motivált srácokkal, akik, akik tényleg beleraktak az edzésbe, aztán teljesen mindent, és ez, 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 szerintem ez egy jó, jó start volt. De nem nagyon rigó, rugóznák, hogy most ez megérte, vagy nem érte meg. Szerintem mindenféleképpen megérte, és ez egy és ez nagyon jó rugója volt ennek az egész, egész uh, csapatnak, vagy egész projektnek, amikor elindult. Hogy néztetek ki? Kocsi, mez, bicók, szerelők, <laughs> Alkatrészek. Erre most nem tudom, hogy kiért érjünk. Hát figyelj, mert régen volt, már térjünk ki, vagy csak így na nagy vonalakba térjünk ki. Uh, Tehát, hogy ahhoz képest, amit beígértek, ahhoz képest az első majorkai versenyen mi volt? Hát uh, van egy nagyon jó sztori, ezt nem tudom, hogy most ez mennyire lesz publikus, vagy nem. Legyen az. Jó. Voltunk klp ezelőtt a majorkai edzőtábor előtt, konkrétan már a edzőtábor is amúgy sportszakmailag nagyon jól sikerült, úgyhogy gyakorlatilag az összes edzés szinte 100%-ig le, tudtuk vinni. Eleve jó formában is kellett kerülni, mert hát még csak egy pont egyes versenyek indultunk, ahol a Valverde, Trex K és a többi csapatok indultak. Volt egyetlen egy bérelt Fiat Ducatunk, amiben benne volt az egész csapat. Összes tudsz. Összes tudsz. Kerékpárok, minden. Mi hazarepültünk konkrétan három napra, és felvettük akkori meglévő pannon mezeket, itt azok legyártották, és megjött Magyarországra, ezt felvettük, majd egy-két napon belül repültünk vissza e, Majorkára. Az autó, ami Kálpéba volt, az áthajózott egy direktbe mallorkára, Majd amikor megjöttünk, akkor találkoztunk hogy az autó a sofőrrel, és mentünk a hotelbe. És a hotelbe másik három csapat volt rajtunk kívül, a Movistar, a Sky és a Trek. Igen. And, és Panon Cycling. Úgyhogy <laughs> így, így voltunk a hotelbe szétosztva, és akkor oda mentünk a, a, a bérelt forgalomkal, és mondtam ott a trekkeseknek, hogy mondom, ott álltunk egy, egy utcába, az utca végén a Sky, egy kicsit közelebb a, a trek és akkor mondtam a trekkeseknek mondom, ezeket a skodákat itt kicsit arrébb kéne parkolni, mert hogy majd jövünk ide a team basszal, és akkor mondták, team busz, fu az nem fog ideférni. Mert ők a nagyra gondoltak. Igen, és, gondol. és akkor meglátták, hogy á, ez talán idefér, és akkor két, két autóval alérbáltak. autóval Majd lehívtam a srácokat, na srácok, akkor vigyétek be a hotelbe a bicikliket. Nem volt olyan, hogy most mink ott hagyjuk a, a cuccokat. És akkor kinyitottuk a kocsi ajtaját, a fél, a fél így, így kidőlt oda a, a földre, és akkor trekkesek, csak így, így néztek, szerintem akkor már a többiek hívták, hogy srácok, gyertek, mert, mert itt jobb, mint a szilveszteri műsor. Aha, aha, aha. Így ez volt a kezdés. Ez, í, így kezdtünk, na majd béreltünk még egy autót, amire, amire feltettük a, a tetőhordót, hogy azért már, már nézzünk ki valahogy. Majd föltettük a, a két tartalékbicót, ami volt erre, erre a tetőhardóra. Hát, és akkor elindult a verseny, és végigcsináltuk. végigcsináltuk. Egyébként hallgattak rád a srácok az akkori keret, mert azért talán vagy sokkal idősebb náluk, illetve te írtad szó szerint mindenki tervét, Nem. vagy volt az leosztás? Uh, volt leosztás, szóval a 2018-as év uh, elején még, még ott volt uh, kis áron ő írta az edzéstervet tervet azoknak a versenyzőknek, a nem volt a saját edzőjük. Végül is gyakorlatilag majdnem mindenkinek. Szóval én nekem csak így, csak így, a, így a versenyek és a, a végül is a csapat működése volt, a, volt az én feladatom. Tehát igazából akkor ő az edző, ha leegyszerűsítjük, te a sportigazgató. Igen, igen, így, így volt, de aztán 2018-ban már talán a magyar kör előtt átvettem azt a, ezt a szerepkört is. Nehéz volt amúgy végigcsinálni a szezont? Olyan szempontból mondtad, hogy volt, hogy majdnem elfogytatok de hogy, és nem is feltétlenül a fizetésre gondolok, tehát hogy bicók, alkatrészek, mezek, ilyen szempontból rendbe jöttetek idővel? Tehát az jó volt? Hmm, inkább úgy mondanám, hogy így, így az az egész löket, így a szezon elején így kiadta azt, úgyhogy amikor elkezdesz, elkezdesz egy 400, futottál a 400 métert, a végére besavasodsz, mint az állat. Na ez körülbelül olyan volt, hogy így, hogy így elindultunk, így nagyon jó volt, és aztán a végére azért már besavasodtunk, az mondjuk egy 2018-ban egy eléggé hosszú szezont futottunk, úgyhogy ha megnézed, gyakorlatilag januártól egészen mondjuk úgy október elejéig versenyeztünk, ami Majorca egészen Kazaksztánig ment. Úgyhogy Kazaksztánba is még el tudtunk indulni a Tour de Almaty versenyen. Szintén szerintem egy nagy szám volt egészen odáig kiutazni. Meg kell, hogy kérdezzem azt, amit biztos, hogy mindenki megkérdezne, hogy Walter, Dina, Fetter, Erik ugye később jött. Igen. Maradjunk ennél a hármasnál. Szóval az a Walter, Dina, Fetter trió, ez mentalitásban, hozzáállásban, akár erőben, vadban kiemelkedett? Tehát a 2018-ban mondjuk a öt darab egy napos után oda megyek hozzá, hogy figyelj, ez a, ez a Walterből lehet valami, akkor már simán mondtad volna, hogy igen. Olyan dolgokat kérdez, amit, amit té tényleg nem tudom, hogy elmesélhet. El hát figyelj, akkor... A... Várjál, várjál, akkor úgy, indítok, hogy... Ne, el elmond, elmondom, miért ezt eldöntjük, hogy jó, jó, jó. ez benne marad, vagy nem. Amikor kimentünk, ugye első edzőtáborunk az még 2017 december, i ilyenkor gyakorlatilag december eleje, november vége. Lehet, hogy ez, ez így konti szinten csapatoknak ez így korai, de akkor nagyon fontos volt, mert a, voltak olyan srácok, akik a legutóbbi verseny, az a 2017-es Tour de Hongri volt. Akkor ültek utoljára mezőnyben. És a legtöbbjük az, az ugye ez volt. És fontos volt, főleg abban a, a, a abban a fényben, hogy, hogy lehet, hogy elindulunk Majorkánna a Mallorca Challenge versenyeken. Ez az edzőtábor egy szuperul sikerült, sőt a Kalpe is sikerült. A vége egy kicsit döcögös lett, mert volt egy szoba. Na, a szoba! <laughs> orosz Gergő, Walter Attila, Filutás Viktor volt az, ők tuti hárman ott, ott voltak lent, és, és a Viktor megbehelyett, és elkapta tőle a, a, az Ati is, és, a, és az orosz geri is és Walter Ati úgy állt oda a majorkai versenyekre, hogy gyakorlatilag éppen hogy csak kilábalt ebből a betegségből. Sokáig az volt neki az egyetlen DNF-je, nagyon sokáig, azért beszéltünk igen, róla. Igen, 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 Úgyhogy... Lehet, hogy nem sőt, is biztos, hogy el kellett volna indítani alapesetben. Hát én csináltam egy elég nagy ott is, <laughs> mivel hét versenyző indulhatott ezeken a versenyeken, és ez úgy van, hogy amikor elküldöd a nevezést, akkor meg van határozva, hogy ha heten indultak, akkor 50%-át a versenyzőidnek még kibővítheted ilyen reserve versenyzővel. Szóval gyakorlatilag a nevezési lapon 10, 10 versenyző volt. Én ezt ott tudtam meg a helybe, hogy ez csak ezen a majorkai versenyeken, ezen úgy működik, hogy te ráírhatsz a, erre az enrollment formra akármennyi versenző, amennyi van a csapatodba, és azt majd eldöntöd ott, a versenapja előtt, hogy melyikeket indítod. Értem. Én viszont ezt nem tudtam. Úgyhogy én csak tizet raktam rá, és voltak olyan versenyzők, akik, akik egészségesek voltak, viszont nem nem indultak el, mert nem voltak, voltak rajta ott a nevezésen. Aha. Aha. De az Ati az rajta volt a nevezésen, és mondtuk neki, hát akkor próbált ki. De végül is így a vágóhídra küldtük így is az Atit, úgyhogy próbáld ki. Azt ezt az első versenyt, ezt a Trofeo Serra de Tramontana, ezt talán hát a, a Marci bírta legtovább, de ekkor nem jött be talán még a Marci se. Igen, Ati neve mellett ugye 2018. január 26-ra, amit mondtál, DNF van, meg a, meg a következőn is. Na, de az eredeti kérdésre visszatérve, szóval azért utána jó pár több naposon voltatok. Ő ugye 23-as magyar bajnok lett, országút időfutam. Aztán szerintem találkoztak a legtöbben Walter nevével, amikor ő harcban volt Stosszal a hegyi trikóért, Urdo de Szóval így összességében mind a Marci, mind az Ati, azért És rajtuk látszott, hogy... Igen hogy lesz belőlük valami, igen. vagy valaki. Igen, igen, igen. 2018-ban elég sok versenyzünk volt hogy azért a Pannonnal, és ez azért, azért eléggé le is marzsolódott így a szezon végére, de megmaradt egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen, tényleg egy ilyen jó társaság, így, akikkel, akikkel Tour Dongrit mentünk, illetve ott még Tour ra még nem jött a orosz geri, ez orosz ki, egy, uh, ki egészülve. Az a csapat, az tényleg egy olyan csapat volt, az volt a csapat. Az tényleg egy olyan csapat volt, hogy nem volt még olyan, hogy rádiónk, meg is a többi. Ott valamit megmondtunk a, a csapatmétingen, és uh, ott volt uh, Simon Petty, illetve Holló Boti, aki úgymond így a csapat csapatkapitányok uh, voltak, és le tudták úgy vezényelni ezt az egész, uh, egész versenyt, és kimondottan a Tour de Hongri, hogy mindenki azt csinálta, rájuk kellett ennek a két srácnak nézni, és egyből tudta mindenki, hogy, 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 hogy mi a dolga. Aha. Tehát volt tekintély, igen. hallgattak rájuk. Igen, igen, igen. Nem kellett ugyhogy, a hogy össze, össze, úgy össze tudtak dolgozni, hogy tényleg ez, ez, szerintem akkor ez volt az első olyan, olyan megmozdulás a magyar kerékpársportban, hogy azt mondtad rá, hogy azt a... Figyelj, ha emlékszel, milyen volt a fogadtatásotok? Mármint, hogy itthon. Volt egy pannon, tehetséges fiatal versenyzők, tök jó versenyprogram, tehát, hogy itthon volt ilyen, hogy irítség, vagy örült mindenki, hogy végre sorra honnan ki lehet kerülni. Ha emlékszel. Mm. Vagy nem is tudom, hogy találkoztál az, esetleg ilyen reakció. Az biztos, hogy nem volt száz százalékig fú, de mennyire szuper, hogy vagytok. <laughs> de alapvetően, alapvetően, igen örültek neki. Meg, meg még akkor 2018-19-ben még, még, nem volt ez a, ez a, láz, amit aztán a Giro, illetve a, főleg a Giro hozott Magyarországra, meg az Atinak a szintén a Giroval kapcsolatban a Roche 2019, a második és egyben utolsó év, ott már volt Erik, vele kapcsolatban is ugyanazt kérdezem, mint tinál, hogy érzed, hogy jó lehet a srác? Vagy neki mondjuk kellett az a lökés, hogy euló, ami akkor még csak kométa. Mm. Már szerintem rajta is érződött, hogy ez jó lesz. Én emlékszem az első, mert 2019-ben még, még az első versenyeket azt még én vezényeltem, és utána léptem át másik csapatba. Érződött rajta, mert Törökországban voltunk edzőtáborban, és a Törökországban indultunk is egy pár versenyen, és mindjárt az első versenyen, amin a Fetter Erik indult, hát gyakorlatilag addig, amíg nem fáradt, hogy a top 10-be közlekedett a mezőnybe úgy mondtuk, hogy ez kicsit azért fölöslegesen, de viszont jó lett volna, hogyha többiek is ott tudnak vele maradni. És, és, szerintem ez nagyon sok energiába, energiájába telt, mert uh, utána elfáradt, és kész, vége, leszakadt. De addig full jó, úgyhogy, nagyon, úgyhogy, lehet, hogy egy kicsit be is volt stresszelve, mondjuk az eréken ez nem nagyon látszik, de ott mozgotta a, gyakorlatilag a mezőny elején, és ott Törökországban azért az, azért az egy kicsit más Mentalitású mezőny volt, mint az egy évvel ezelőtti Majorca Challenge-en. Tudom, hogy nem sikerült túl szépre az egész projektnek a vége, de ha ezt félretesszük, te örülsz ennek, hogy volt. Mert egy valami vitathatatlan, én csomó mindenkivel beszélgettem, és név nélkül mindenki azt mondta, hogy hát igen, a pénz, fizú, a vége, stb. De hogyha ha nincs pannon, akkor hogy ez a szigorúan három kiemelt ember, Erik, Marci, meg Atti, uh -huh. lehet, hogy nem jut ide, vagy ilyen messze. Ezt most ny Biztos. nyilván soha nem tudjuk meg, de akkor ez kellett, meg jó, hogy volt, Igen. nem? ez én ezt állítom, hogyha ez a csapat nincs, nincs ez a Pannon Cycling, akkor ők most nem lennek ott, ahol. Sajnálod, hogy vége lett, tehát, hogy csak két év? Igen, én sajnálom. Én mondtam is a srácoknak, sőt, beszélgettünk erről Vacs Balázsról, illetve Gerivel, Uh, múlt héten, pont Girona voltak látogatóba, és mondtam is, hogy uh, ha minden oké okay lett volna, és, és, és tényleg megvan az, hogy működünk, mindenki van fizetve, mindenki kapja a saját kis uh, gázsiát, akkor én mai napig ott dolgoznék. Uh -huh. Szerinted, ha csinálnék egy ilyen névtelen közvéleménykutatást, 2018-as keret tagjait felkeresném egyesével, és az lenne a szavazólapon, hogy szerettem ezt a pannont, vagy nem szerettem, <laughs> akkor mi jön neki? Nagy, nagy, valószínűleg nagy, bár most nem tudsz másfél évvel gondolkozni nyilván, de szerinted nagy többségben az, hogy szerettem meg, jó volt, biztos, hogy... biztos, 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 Főleg a 19-es csapat az már olyan, az már olyan volt, hogy na, szóval a 19-es csapatot már én állítottam össze. Sokan nem jöttek, de, de mindenki, aki jött, azt, azt, azt eléggé hosszadalmasan átgondoltam, hogy beleillik a csapatba, jó, össze fognak tudni dolgozni a többiekkel, és, és egy jó csapatot tudunk alkotni. Mert tényleg az a, az a csapat, akit akit Tour de Ongrirra felállítottunk, azok, azok tényleg egy olyan társaság volt, hogy a mai napig, akivel akivel találkozok, vagy mai napig, aki, aki felhív, az annak nyugodtan teszek eleget egy, egy kávéra, vagy uh -huh. egy baráti összevetelre. Tényleg, tényleg egy olyan baráti társaság voltunk, aki a versenyen megtett volna, és versenyen kívül is szerintem az egyik a másikáért pármit. Na, ezt jó hallani, ezt nagyon jó hallani. Megszűnt a pannon, mi lett veled? Én még amikor a pannon nem szűnt meg, 2019 év elején átléptem a konkrétan a UCI női csapatához, ami abban az időben pont fellépett konti szintre. Ez működött előtte klubszinten hosszabb, rövidebb ideig, de 2019 volt az első év, ahol a konti szinten egy egész szezont kitöltő programot futottunk a csajokkal. Hogy lehetett oda kerülni? Megint csak ismerettség. Uh, ismeretség. Én 2013-ban, még, uh, még amikor pont elkezdtem volna dolgozni, mint uh, asszisztens junior edző Szlovák Szövetségbe, és az utolsó és utolsó előtti évemet végeztem a Pozsonyi úgymond TF-en, akkor jelentkeztem a uci nál egy edzői tanfolyamra, ami abban az időben egy két hónapos tanfolyam volt. 2014-ben meg is hívtak, mint, mint asszisztens edzőt, vagy ilyen stáziért a uci hez és az ottani edzőkkel dolgozhattam együtt. És végül is innen megmaradt a kapcsolat. És amikor 2018 év végén tudtam, hogy a, az ottani sportigazgató tovább lép, és a, a Scott most már J. cole a női csapathoz kerül, akkor jelentkeztem a állásidetésre, és kevés tárgyal, nagyon kevés tárgyalás után mondták, hogy jó, akkor őhet. Uci, ne meg egy pillanatra, én jól emlékszem arra, de szerintem ezt adásba is mesélted, hogy te sportigazgató vagy papír szerint? És edző. És edző. De várjál, ez olyan papír, hogyha most azt mondaná az Ineos, hogy szabó úr legyen kedves, Igen. akkor. Tehát neked ez a Igen, top papírod Igen, van. Igen. Igen. Mennyire nehéz egy ilyet megszerezni? Még mielőtt elkezdtük volna a felvételt, én direkt megnéztem az uci oldalán, nyilvánvalóan nem minden nap indul maga uh -huh. a tanfolyam, de azt néztem, hogy azért ez rendesen befizetős. ha jól váltottam át a dolgokat, akkor ilyen mostani árfolyam szerintem 700 ezer, 7-800 ezer forint. Igen. Tehát igazából ez csak pénzkérdés, és én eljuthatok sportigazgatóként egy olyan szintre, hogy, hogy tényleg a legnagyobb csapatoknál vállalok munkát, még akkor is, a semmi közem nem volt a sporthoz? Hosszú a kérdés. <laughs> Menjünk szépen sorjába. Szóval a, az edző, és a sportigazgató, az ugye két különböző dolog, csapatokon belül is, és az úszinál is, is, úgymond, mint papír. Tehát két különböző tanfolyam. Igen, két Igen. különböző tanfolyam. Az egyiket az 2013-ban végeztem el, a másikat 2014-ben. Szóval az első volt az edzői, uh -huh. ami gyakorlatilag uh, ugyanazt tanultuk ott két hónap alatt, mint az egyetemen én öt év alatt, de hát persze leegyszerűsítve kerékpársportra. Figyelj, de... tanultál is valamit, vagy ez csak jól hangzik, hogy uci és tanfolyam, tovább megyek pénzlehúzás. Tehát, hogy jó dolgokat mondanak, meg jó arcok adnak elő? Jó dolgokat mond... Én amikor, hát ez már jó egy pár éve volt, jó dolgokat mondtak, meg akkor nálunk, itt, itt közép-kelet-európában, az, hogy valaki vatmerővel ez, az teljesen science fiction volt. Ha. És ott meg, ott meg mindenki, mindent úgy vettünk, hogy Na jó, van vattmérő, akkor ez alapján dolgozunk, és az olyan volt, hogy ez ilyen alapértelmezett dolog volt, hogy minden intenzitás az, az a vattadat alapján megy. Itt meg jó volt, hogyha valakinek volt egy pózus mérője. Itt nyitok egy zárójelet, Pannonnál mi volt? Így volt, ügyileg, meg volt, technika volt. ügyileg. Ezen Kisáron kollégámmal eléggé nagy hangsúlyt fe, ö, fektettünk a vezetőség felé, hogy még hogyha, hogyha nem lesz belső gumi, az mindegy, de vatmérő legyen a biciklin. És aztán és fel is állítottunk egy ilyen, egy ilyen hogy is mondjuk, ranglétrát, vagy aki megérdemelte. Jó, hogy nem jutott mindenkinek? Nem jutott mindenkinek. De választani kellett, hogy kinek. Igen. De az év végére, amire oda jutottunk, hogy Tudongri. Addigra már volt mindenkinek. De az év elején ez, ezt így ki kellett érdemelni, hogy ki kapja. Mert ezt így. Volt, amikor volt pénz kettőre, volt pénz egyre, volt pénz következő négyre, és ezt valahogy el kellett osztani, és akkor rajtunk múlott az, hogy az elvégzett edzések alapján, stb. kaptak, kaptak vatmérít a srácok. Kérdés B része, sportigazgatói tanfolyam. A sportigazgatói tanfolyam, az pedig teljesen a... Ez egy kicsit változott most már az évek során, mert amikor én csináltam 2014-ben, akkor emlékszem, hogy Elég volt bemagolni a rulebookot, Szabálykönyv, szabálykönyvet. Aha. Gyakorlatilag emlékszem, hogy legtöbbet, hát konkrétan a, a, az uci bírók adtak nekünk elől. Mit tudom, Tehát ismerned egy... kellett a szabályokat, Igen. és jó voltál. Igen. De szigorú vizsga? Vagy Szigor... az óriás kamu? Nem, nem, ez, ez nagyon szigorú vizsga volt. Tehát sokakat meg is húznak? Igen. Aha. Úgyhogy szerintem, szerintem, és ez most már csak szigorodott így, így évről évre. És van neki egy kicsit árnyoldala is, mert az egész tesztet az franciául állítják, állítják, össze. Igen. És angolul nem mindig adja magát a kérdés. Szóval még az, főleg, a, főleg az angolul beszél, vagy angol anyanyelvű embereknek problémájuk van az angol tesztel. Mert nem úgy, van, nem úgy, van, konkrétan lefordítva. Például az echelon szó, ami, ami szélezést jelent, ez nem egy van lefordítva a tesztbe, és ez csak belsős információ, mert az utóbbi pár évben volt pár emberrel, akivel összefutottam, és aki erre, erre kimondottan, kimondottan nem jó szívvel gondolt. Hiszem. Hát pedig ez egy olyan szó azért, amit mi is használunk, tehát Igen. nem nagyon kell benne lenni a témába, hogy ismerd, ez furcsa. Nyilván nem tudod, de én arra gondolnék így kívülről sportigazgatói tanfolyam, hogy azért nem mindegy, hogy Szabó Ádám megy el, vagy Vincenzo Nibali. Ez, ez így van. Hát 2013-ban még azért ennyire nem volt szigorú, de most konkrétan, ha jól tudom, Előnyben vannak részesítve azok a leendős sportigazgatók, akiknek élő szerződésük van, Wörtur, illetve Prokonti csapatokkal, ahol ez előírás, hogy legyen. És a meglévő részét a, a helyeknek mert nem százával vesznek be embereket, és uh, szintén kérdezted. Ez csak egyszer van egy évben. Egyszer, egy hetes ö, képzés, és a végén, szóval a hétfőn kezdődik, és pénteken van a, a vizsga, szóval ez alatt az egy, egy hetes képzés alatt előnyben vannak részesítve, hogy ezek a, azok, a, azok az emberek, akiknek ennek ténylegesen hasznát vették, vagy használt, kell, hogy vegyék, illetve még jobban előnyben vannak részesítve a, a női sporti uh -huh. mert ők nem kell az, vagy az egészet, vagy a, vagy a részét kifizetni, és ezt a, az UCI maga, vagy az uh, olimpiai szolidaritás program keretén belül ezt finanszírozzák. Jól emlékszem, azt mesélted, hogy azért is ilyen drága ez a tanfolyam, mert a egy hetes ottlétedet akkor azt állják, vagy valami hotelt intéznek? A... Vagy ezt megoldotta. te? Lehet keverem? Nem kevered, amikor én Sőt, nem, nem tudom meddig, de azt tudom, hogy 2013-ban, amikor én. Ott voltam, vagy 2014-ben, akkor volt egy olyan része, hogy lakhattál ott uh -huh. abban a szállodában, szálloda azért az urla Aha. Uci szállás. szálláson, és, ezért, és akkor szállás és, és teljes ellátás, ezért volt olyan drága, mert Svájcról beszélünk, ott minden drága, de ezt csinálhatod magadnak is. És most szerintem már csak azok kapnak szállást, akik a, az olimpiai szolidaritás program keretén belül uh -huh. Jótnak el oda. Magánvéleményed szigorú a magánvéleményed szerinted ennek van értelme? Vagy most csúnyaszót fogok, direkt csúnyaszót használni, pénzlehúzás. Tehát csak ha elvégzed, akkor vállalhatsz csapatnál munkát, de amúgy tanulsz, és te tudást kapsz. Igen. Igen. akkor nem egy rossz dolog. Ne, szerintem, ne? szerintem ez nem egy rossz dolog. Egy kicsit ki lehetne bővíteni, mert egész nap egy tanterembe ülsz, és megtanulod a, az, hogy a nyeregnek 74 cm-nek kell és nem 75, nem 76. Megtanulod azt, hogy milyen hosszúnak kell lenni egy, egy időfutam kerékpárnak. Megtanulod az összes szabályoz, szabályzatot. Most újonnan vannak benne jobb dolgok is, mert vannak ilyen, amit hallottam, és amikor az Uzucinál voltam 2019-ben, voltak ilyen szituációk leírva, hogy mi a helyes ebben és ebben a szituációban, vagy hát mit kell csinálniuk. Mit kell csinálniuk a sportigazgatóknak, vagy mi az, ami... Például vannak olyan dolgok, ez nyugodtan kiválható <laughs> vannak olyan dolgok, hogy, hogyha az elmenésnek több mint két perc az előnye, és sorompót kap a mezőny, akkor mit kell csinálni, Aha. ha 30 másodperc, akkor mit kell Szóval ilyen dolgokba De ez nem vágom ki, ez csomó mindenkit érdekel. Szóval ilyenek vannak, viszont amit én egy kicsit, és amit látok versenyeken is, hogy az, hogy elvégzik ezt a kurzust, az azok a, azok a sportigazgatók egy kicsit jobban vezetnek autót, <laughs> de abban, hogy, hogy hogyan kell viselkedni versenyszituációban egy autóval, az azért jobban rá lehetne feküdni. És ja. ezt tudom, hogy erre biztos, nincsen, hogy... Te, te gyakorlat nincs, kívül. nem az van, hogy nincs kíséri egy mezőnyt, nem nincs, tudom melyik versenyen. Nincs, nincs, nincs. Hanem beülsz az iskolapadba, egy hét befizetted, ha átmész a vizsgán, sportigazgató Igen, vagy. Igen, és onnantól kezdve senki nem kérdezi azt, hogy te egyáltalán tudsz-e vezetni, vagy van-e jogsit. Oké, okay, oké, okay. szerintem ez egy érdekes része. Következő téma, Blanka. Hogy kerültél te mellé, hogy kerültél te hozzá, mikortól, ha emlékszel az évszámra, mikortól dolgoztatok együtt? Fuh, az évszámra emlékszem, de szerintem 2018 volt, vagy 2019? Emlékszem. Igen, megvan. Na, tessék, 2000... mihez kötöd? 2000... Két dologhoz is kötöm. Az első, blankáik, a Dániai Világ Cross VB-ről jöttek hazafelé, megálltak nálunk otthon, vagy akkor volt talán Blanka nálunk otthon először, és apukájával, illetve Balázsral még a testvérével, megálltak nálunk hazafelé jövet, illetve én jöttem meg az első és egyben utolsó állásinterjúról is a, az UCI központba. Úgyhogy ez 2019 ig elég év elején lehetett, és utána kért meg a Blanka, hogy akkor, hogy akkor edzem őt. Már ez, egy, ez így forta magát, de szerintem akkor volt ez az oficiálisan, hogy akkor, akkor, átvettem őt, mint edző. És így 2019-től egészen 2000, tavaly, tavaly előtti végéig az, hogy van, van a Miki, vagy volt a Miki, most mind a két szó jó, az előny vagy hátrány? Előny. Amit, hogy... Főleg az elején nagyon nagy előny volt, mert a, hát ismerjük a bankát, azért nem egy, nem egy főleg ami három-négy évvel ezelőtt nem olyan volt, aki, aki úgy nagyon megmondta volna a véleményét, vagy, vagy akármit is kérdezett volna tőlem. De jó, hogy ott volt a Miki, mert ezáltal, hogy a Miki is csinálta az edzéseket a bankával, illetve a Miki is ott volt, amikor vagy nem ment vele, vagy, de mindenféleképpen ott volt a környéken, hogyha volt a bankának kérdése, ezt főleg az elején nem merte kérdezni, és a, és a Miki volt így a közvetítő. <laughs> Aha. Miért lett ennek vége? Mert amikor Blanket megismertük, akkor még te voltál az edzője, most már ugye SD Works, és tök nagy eredmények, már nem te vagy. Ennek az az oka, hogy az SD-nél azt mondták, hogy köszönjük szépen, majd mi megoldjuk, vagy te azt mondtad, hogy azért az valahol egészséges is, ha három-négy évente vált valaki. Szerintem egyrésztől egészséges. Úgy vagyok vele, hogy a maximum szavatosság ideje egy edzőnek az ilyen öt év. Uh -huh. egy ilyen öt éves ciklusokban, vagy négy éves ciklusokban mondjuk azt, hogy egy olimpiai cikluson ez, ez, jó kerékpár, szigorúan kerékpár sportra értem váltani edzőt. Egy része ez, ez volt, a másik része Szóval úgy éreztem, hogy már nem tudok olyat nyújtani Blankának, amivel, amivel nagy előrelépést tudna csinálni, és lehet, hogy egy, egy, visszalép, egy, egy kis visszalépés, amit úgy láttunk is tavaly előtti szezonban kellett, és utána tudott egy, egy, egy még nagyobbat lépni előre. Illetve nem is volt, nem is vette jól ki magát, és én szeretem még a, még a problémát még az megoldani, mielőtt ebből probléma lesz. És láttam, hogy ebből kimondottan az én csapatom, az ő csapata sem mondta, hogy probléma lenne, de tudtam, hogy amikor VB negyedik lett banka az országúti VB-n, akkor már így, így, így néztek rám, hogy hát remélem, hogy a mi csapatunkba is faj fogsz tudni olyan versenyzőt nevelni, aki negyedik lesz a világbajnokságon, és ezért éreztem azt, hogy talán itt lenne az ideje most ez, ezt a kapcsolatot befejezni. Tehát akkor leegyszerűsítve meg volt már a kb. négy éves és szerinted ott jó volt váltani, plusz a kanyonnál is azt mondták, hogy egy SD Works-os menőt nem áll éjci. De most nem mondták ki, de Igen, ne, nem finoman mondták utaltak. Ki, nem mondták ki, de, de én ezt így éreztem. Manapság. Mennyit beszéltek ti, de szigorúan szakmailag? mit? Direkt fel se hív, hogy megkérdezzen nah, szakmailag, nem. vagy örülsz is? Nyugodtan felhívhat, innen a bankának. De, de amúgy nem annyira vagyok rá kíváncsi se. Szóval csinálja azt, amit, amit, amit úgy gondol, hogy jó. Mondjuk ez most hülye hangzik, de... Hát, vagy amit kérnek tőle, mondanak neki, igen. tőle, meg, meg az utóbbi időben amúgy meg kell mondanom, most a, a legutóbbi, úgymond profi versenzőm vagy versenzőm, akit a legutóbbi ideig a csapaton kívül edzettem, az a barátnőm volt, és vele is ezt az edző tanítvány kapcsolatot abba hagytuk idén nyáron. A vb ig voltam úgymond oficiálisan az edző, és mondtuk, és ezt teljesen nyugodtan megegyeztünk, hogy, hogy jó, szerintem innen, mert ismét eljutottunk abba, arra a pontra, hogy nem tudtam volna a mostani tudáson szerint olyat nyújtani, amivel egy nagyobb előrelépést tudna csinálni. Úgyhogy a Blankával tartsozó a kapcsolatot, főleg a Miki plusz Blanka. Ja, hát azt gondoltam, de direkt szakmailag de, kérdeztem. De szakmailag gyakorlatilag abszolút semmit. Előző tél, amikor nem igazán jöttek Blanka szintjén, nem igazán jöttek a világkupa dobogók uh -huh. sorrendbe, sőt, voltak gyengébb eredményei. Te akkor magadba mennyire féltél, izgultál, mert én arra emlékszem, hogy előző télen úgy voltam vele, hogy így, lehet, hogy valami nem tuti. Aztán persze kijött, meg látjuk, hogy mit csinált országúton 23 ban de te magadba szigorúan a Cyclocross alapján izgultál, vagy úgy voltál vele, hogy nem kell. Meg tudják, mit csinálnak. Ez a jó szó talán. Az SD-nél úgy is tudják, mit csinálnak izgulni nem izgultam inkább. Egyrészt, hő, egyrészt hő szomorú voltam, mert tudtam, hogy mi, mi rejtőzik benne, viszont én úgy vettem, hogy egy gyengébb szezon, vagy egy gyengébb szezon fele még nem jelenti a, a világot, vagy egy év. Mert például mondjuk rá, hogy, mondjuk rá, hogy a, a szezon nem, nem, sikerült annyira szuperul, viszont az úti szezon az eddigi legjobb volt. És valljuk be, az ST Works egy egy úti csapat. Úgyhogy szerintem nekik az, hogy nyert szakaszt Tour de swiss Giron, ez sokkal fontosabb. Meg egy, meg egy szivárványos trikót úti úton 23 ba ez szerintem a csapat részéről sokkal fontosabb. És az, hogy, az, hogy most ott elmegy és egy top 10 fog hozni Crosson, nem tudom most konkrétan mi az elvárás, de szerintem hogyha én lennék az SD Works csapatvezetője, ezzel nyugodtan feltenném a lábamat, és örülnék hogy ör ör örülnék, hogy van egy ilyen versenyzőm. Igen, ezek nagyon durva, hogy ő, ő 2001-es, tehát az azt jelenti, hogy következő szeptemberben lesz 23. Igen. És már ilyeneket csinálsz, nem ez rettentő durva. Illetve megint csak zárójelet nyitok, és magánvélemény következik. Nem tudom, hogy te az itthoni magyar sajtót mennyire olvasod, bár hát kerékpáros sajtó óriási, az is sajnos nincs. De nem biztos, hogy őt a helyén kezelik, nem? Nyilván van Walter, nyilván van Vas Blanka, csak hogy nem biztos, Persze. hogy akkor átszólt az úszármas 23 as világbajnoki ne. címe, mint lehet, hogy kellett volna. Nem, szerintem se. Ez egy a, szerintem így a olimpia negyedik hely az, az, az egy eszméletlen lökést. Hát és, és Akkor, akkor, akkor bekerült banka a köztudatba, illetve a Cyclocross-szal is, de az inkább az inkább így fel volt vezetve, tudod, hogy már hozta a kisebb versenyeken a, a jó eredményeket, majd, majd Cyclocrosson is hozta, hozott, hozott uh, érmeket, és ott volt a tobogon, ami egy szuper eredmény, de így fel volt vezetve. És úgy, úgy veszem észre, hogy a, így a szaksajtó jó nyert Giron, nyert Tour de és ezt tudtam, hogy jó fog menni a VB-n a is, de így, így nem volt annyira felvezetve, hogy most, ez, most, ő, most ő ott egy nagyot fog, nagyot fog dobbantani. Megint csak szigorúan a véleményed, az jó dolog, és a pitkokra gondolok, azt kell mondjam, igen, hogy ő három különböző szakág még most is, vagy háromból el kéne engedni egyet idővel. Csak nyilván esetében talán azt kéne elengedni, amit a, legjobban szeret, mm. vagy egyik kedvence a Monti. Vagy ez tök jó, hogy így, így megy, mert eredményügyileg azért rendben van. A személy szerint én elengedné a Montit, de ez tényleg csak az én személyes véleményem. De már Párizs előtt, előtt vagy Párizs után? Hát még megnézni, hogy Párizsra, hogy, hogy oda sikerül-e mert hogyha jól tudom, az még a, még a kótafutás Montiba még mindig, mindig aktuális. Én is úgy tudom, igen. Úgyhogy, úgyhogy, azt, azt megvárnám, hogy igen, és utána, és utána dönteném el, hogy igen vagy nem. Hát figyeld, most már ez a Monti az annyira elment a... Szóval annyira azó, és annyira speciális az összes, összes sport szakága a, a kerékpársportnak, hogy nehéz összefésülni. Az, hogy te versenyezzél, az még úgy, ahogy. De az, hogy jól is versenyezzél, az már nehezebb. Mm -hmm. és, és ezt úgy látom, hogy ez most már a, a kettő úgymond legközelebb álló szakággal a pálya és, a, és, a, és, a, és az útin is nehéz. Minél, minél tovább megyünk, és minél közelebb kerül ez a Párizsi Olimpia, annál nehezebb, annál gyorsabban mennek, annál kielezettebb ez az egész versenyzés, hogy most már elég nehéz lesz. Persze tavaly, amikor még úgymond hol szezon volt, főleg a pályásoknál, akkor még egy Viviani tudott, jól menni egy, egy, egy pálya ebén is, és utána egy nappal, vagy talán még aznap. Tényleg, vagy 24 óra, vagy fél nap, vagy é, aznap é... est. Várj, nem, igazad van, aznap. Aznap. Aznap ment egy, egy pálya ebét is. Igen, jó, nem gyakori tényleg. És, és talán, talán, dobogós is lehet. Nekem is azért emlík, az érem, érem, az érem. Érem, érem, azt tuti lett belőle. Szóval ezt most idén és speciál jövőre, ezt most már nem hiszem, hogy meg lehet lépni. És ezzel amúgy problémánk is van a csapatban, mert tudom, hogy vannak olyan versenyzők, akik még Omniumban, illetve Medizonban még érdekeltek lesznek az olimpián, és a női Tour de France az egy, az egy nappal utána kezdődik. Beszéljünk is a jeláról és a kanyonsramról. Te ugye nem a hivatalosan, hanem a, a felnőtt. Tessék? Végre hivatalosan nem a felnőtt csapatnál vagy, ugye? Tehát a te a kanyonsram sram, utánpótlásánál ez így pontos? Inkább úgy mondanám, hogy hát ahogy kérdezett. De, de személy szerint... Egyszer itt vagy egyszer ott? személy szerint, hát elmondom a felállást. A Canyon Sram Generation-nek vagyok fő sportigazgató, illetve a team manager, -e, szóval végül is ugyanaz, mint a mondjuk rám, én a Pannonba, hogy az a csapat az úgy, ahogy van, bok rám van bízva, és a Canyon Racing, Racingben, ami végül is az, az a, nagy a nagy csapat, az A csapat, ott vagyok egy ilyen, hát mondjuk rá, egy ilyen harmadik számú sportigazgató beugrós. Milyen nagy versenyed volt beugrósként idén? Tour de Suisse, illetve Giro, női Giro. De az esetek többségében te akkor most megint egyszerű szót használok a utánpótlás csapattal igen, foglalkozom. Igen, 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 igen. Nagyon durva kérdés lesz, meg gondolom nagyon kifejtős, hogy milyen állapotok vannak ö, utánpótlásban, de ha röviden kéne válaszolnod, még egy kanyonsramnál is nehéz. Nehéz, de mondjuk mink elég jó, elég jó helyzetben vagyunk mert egy kanyonsram név azért elég jól cseng bárkinek is. Sajnos sajnos ott vagyunk, mi is mind a, mind a férfiaknál, hogy a hogy már egy a női vörtő csapatok is bebekacsingatnak a junior mezőnybe, és egy eszméletlen nagy, nem kell eszméletlen nagy, elég egy vörtúr szerződést oda nyújtani egy bármelyik versenzőnek, és, és, azok a versenyzők aláírnak a vörtúrba. Úgyhogy nekünk így erészről, főleg idén tudom, hogy a következő szezonra, 2024-es szezonra nem tudtuk nem tudtunk volna egy, egy, egy junior világbajnokot leszerzőtetni. sőt, junior dobogós helyezéses versenyzőt se. Mert akkor a csábítás meg olyan, igen. már olyan számok vannak igen, ott igen, is. Igen, igen, Szóval azok a versenyzők, akik junior dobogósan jöttek lányoknál, azok most már jövőre vörtúr szerződéssel rendelkeznek a trekbe, movistárba, Szóval velük nem tudunk konkurálni, de ott van a, úgymond a második sor, és el, ezekre én szerintem, szerintem, és ezt vallom most is, és ez fiúknál, lányoknál, nem biztos az, hogy aki egy világbajnoki dobogón jött juniorba, az jó lesz 23 ba vagy elitbe. És az, hát végül is az én dolgom az az, hogy ezekből úgymond a nem kimagaslóan jó versenyzőkből csináljak jó versenyzőket. Van olyan, vagy lesz olyan lány, aki még nálad ment, de most már a csapatba? 24 be fel? Uh, lesz, lesz, lesz. lesz. És ő? Justina Csapla. És ilyenkor ez úgy működik, hogy megkérdez téged a vezetőség, hogy figyelj, van, lenne egy-két név? És te ajánlod? Vagy nem kell ajánlani, hogy olyan eredményei vannak, hogy alap, hogy felviszik? Hát azt azért lá látják, hogy hogy, 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 milyen eredményeket tud hozni, meg azért a, 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 vezetőség is, sőt, hát a, a vezetőség is jött pár versenyre, úgyhogy látták, hogy ténylegesen melyik versenzőben van, van, lehetőség, és ez alapján aztán végül is nem is kell azt mondani, hogy, hogy, hogy tőlem megkérdezik, látják gyakorlatilag. Te mekkora kerettel dolgozol, hányan vagytok? A jövőre bővül a keretünk egy versenyzővel, úgyhogy jövőre kilenc versenyző lesz a csapatba, és uh, hát eddig nyolc volt. Ez a szokásos hülye kérdés rovat, mennyire napi meló ez a Tudni róla, hogy girona laksz, uh -huh. nem Pozsonyban, nem Budapesten, szóval hogy ez neked ilyen ö, napi elfoglaltságot jelent, meg hát gondolom teljes. Persze. Hogy szokták ezt mondani? Teljes értékű állás. Teljes, teljes. É... Hát ö, szerintem több is, mert azért szezon közben a versenyek hétvégén vannak, vagy belenyúlnak a hétvégébe, és hét közben meg nincs leállás. Úgyhogy ez gyakorlatilag ez ilyen, hát mondjuk rá, hogy 0-27-es hogy, a hét minden napjára azért, azért kimegy. Most egy kicsivel, kicsivel lazább, mert, mert off-season van, úgyhogy mondjuk rá, hogy most egy ilyen, egy ilyen, nem kell minden nap, és azok van a napokon, amikor foglalkozok vele, akkor is le tudom szűkíteni ezt ilyen 4-5 órára, de szezon közben ez csak sportigazgató vagy náluk, vagy edzést tervet írsz, illetve a nagy csapatnál valakibe belefolysz olyan szempontból, a edzésterv írás? Nem, nem, a nagy csapatban végképp. A nagy csapatban végképp, viszont az én csapatomban, vagy hát a nevelő a development teambe ott gyakorlatilag a nyolc versenyzőből egy olyan hatnak írok edzéstervet, hat versenyző, és hát ott eléggé, nagyon-nagyon sokrétű az a, az, a, az a meló, amit ott el kell végezni, úgyhogy a csapatunk nagy része a development teamben olyan országokból jön, ahol a kerékpársport nem éppen elterjedt, ez sokszor Európán, illetve a Schengeni övezeten kívül lévő országok, és ezek a versenyzők, hogy hogy egy húzamosabb ideig a Te Európába versenyezhessenek, vagy eszhessenek. Ha tehát alapból az, hogy ott tartózkodás, beutazás, Igen. értem. Ez mind az én, én feladatom, és ez egy eléggé, eléggé olyan nagy feladat, amit á, persze majd ez valahogy lesz, és ez eléggé nagyon-nagyon sok időt vesz. De figyelj, hogy ilyen zsironai hivatalokba ülsz, és spanyol néni vitatkozol, hát, meg a papírt egyik pulthoz, a, hát, másikhoz. Kár, körülbelül, és azt számít bármit egyébként kint, hogy te sportolóknak intézel, vagy pont nem érdekli őket? Um, vagy egy picit, hogy kanyosram, vagy semmi? Az, hogy, az, hogy nem, de az, hogy sportolóknak, azzal egy, egy fokkal jobban néznek, mint egy bevándorló munkással, aki mm -hmm. munkát keres, vagy esetleg van valamiféle munkája már. Nád az nem cél, hogy Virtur csapatnak legyél a sportigazgatója, vagy tök jól el vagy itt, és te ezt szereted? hogyha az úgy alakul, akkor én nyitott vagyok rá. De ez nem volt soha, ezt, ezt Többen is kérdezték már tőlem, te is sokszor, de... Én mindig. mindig. Én úgy vagyok vele, hogy amíg azért, azért a munkára, amit meg vagyok fizetve, az nekem teljesen oké, okay, illetve hát szeretem is ezt csinálni. Úgyhogy az most, hogy, hogy most Tour csapat, vagy Konti csapat, az nekem annyira nem... Vagy női csapat, vagy férfi csapat, az teljesen mindegy, nem uh -huh. számít. De ha hát, mondjuk, és megint csak extrém példát, azok nagyon én nyomulós típus lennél, akkor azért a kanyosra a oda lehet kerülni, nem? Igen, Tehát, hogy igen, igen, tudás igen. megvan így. Persze. Fördezett. Persze, de azért elég sok rétő is, és most egy... És... Nem szeretnék oda kerülni, mint csak egy sportigazgató, aki a harmadik, negyedik, ötödik, x a sorba, hanem úgy szeretnék oda kerülni, hogy ténylegesen erre a feladatra készen állok, és lát, sok sportigazgatót láttam már, kevéssel dolgoztam együtt, úgyhogy gyakorlatilag az, hogy hárman vagyunk sportigazgatók, most a Kanyonszram A csapatánál állok elébe, és nagyon örülök neki, hogy együtt fogunk tugni, dolgozni olyan neked ex kollégáiddal, nekem leendő kollégáimmal, mint a Danny Christmas, illetve a Magnus Baxett. Ó, tényleg, hát ők igen, leegyszerűsítve kolléga, de ha mondjuk így nézed, akkor... Discoverésként Lance Armstrong is a kollégám volt, hát. keveset voltunk együtt az irodába. Egy olyan témát még gyorsan hozzunk fel, amit emlékszem, hogy megkérdeztem tőled valamikor adásban, csak tényleg nem volt idő kifejteni, de nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogyha megnézzük azt, hogy mennyi vörtúr verseny van a hölgyeknek, volt meg lesz, uh -huh. akkor elég komoly a szám. De emlékszem, hogy egyszer beszéltünk telefonon, és te mondtad, hogy ez nem, biztos, hogy jó irány, mert most már boldog-boldogtalan vörtúr kategóriába szeretne kerülni, de mi van egyen lejjebb? Az a, a totál káosz, ahol ti indultok, főleg és szervezetlenség, vagy nem. A nem. olyan rossz a helyzet? Nem, nem olyan rossz. Nem olyan rossz. Női versenyeket olyan szervezők szerveznek, akik már régebb óta szerveznek versenyeket, férfi versenyeket vagy női versenyeket is. Úgyhogy azok a, azok a versenyek, amik, amik ilyen pont kettesek és, és nem Olaszország vannak azok, azok elég szervezettek. Úgyhogy, de tényleg, tényleg ott a, a női vörtúrban olyan versenyek voltak eddig, és remélem, hogy most már egy kicsit, kicsit azért rostálódik a helyzet, hogy tényleg nem ütötte meg a world Tour szintet, de egy jó verseny amúgy. Például ott a Women's Tour, ami most már úgy néz ki, hogy második éven lesz megszervezve, holott a, az angliai Tour of Britain az egy csak egy pont pro verseny, csak egy pont pro verseny, viszont a női mezőnyben nincs olyan úgy, úgy veszem észre, hogy nincs olyan presztízs annak, hogy te pont pro verseny vagy. Még itt, még, még a. Hát az megy a, meccs a fiúknál. Meg a férfi mezőnybe, a pont pro versenyen gyakorlatilag majdnem az összes csapat csapatot van, és egy, és egy nagy presztízs kérdése a versenyszerzőnek is, lást ongri, hogy pont pro legyen. A női mezőnybe az, hogy te pont pro vagy, gyakorlatilag nincsen. Akkor nagy különbség egy pont egyes vagy pont kettes verseny között. Csak egy pici kultúrát a végére belecsempészünk. Milyen az élet zsironában? Jó. <laughs> jó, ugorhatunk. Jó. Picit kifejtve, mert pont, beszé pont beszéltünk podcast felvétel előtt, hogy a foci csapat jó, hát az mondjuk neked aztán másodlagos, nem raksz messze annyira a stadiontól, de hogy azért klíma. Az, hogy mondjuk tudlak irigyelni. Szerintem nem, nem meglepő, hogy nagyon sok profi húzamosabb ideig ott, ott lakik, sőt, azok, akik ilyen olyan ügyből Andorába költöztek ki, biztos, és előtte Gironába laktak, mert nagyon sokan vannak ilyenek, főleg most az utóbbi időben, meghagynak Gironába is, vagy egy már meg, meglévő lakást, amit, amit megvettek, vagy vagy, 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 meghagyják a bérletet a Gironai lakásoknak, mert sokkal jobb edzeni Gironában, mint teszem azt, mint Andorában. Szóval jó a klíma, télen nincs annyira hideg, hideg van, de nincs annyira hideg, szóval télen is Gyakorlatilag bármelyik nap ki tudsz menni tekerni, nyáron meg nincs akkora meleg, mint például Alicante-ban, hogy nincs az a 40 fokos hőség. Jó, jön egy pár napos, pár hetes hőhullám, de hát az van Budapesten is, így 35 fok fölött. A kultúra, tehát hogy zsironai lakosok, meg aki a környéken él, az már hozzá van szokva, hogy mezőnyök járnak jobbra-balra? Igen. Pont ez a nagy előnye zsironának, vagy zsironai otlakásnak, hogy az ottan és a földek teljesen adaptálódva vannak a kerékpárosokra az út célén. Úgyhogy persze nagy szám, nagy számú kerékpáros közeg él zsironába, ezért a mondjuk rá, hogy a, hogy a balesetek is abszolút számban nagyobbak, uh -huh. de hogyha százalékra vesszük, szerintem sokkal kevesebb a, a bejelentett vagy a nem bejelentett uh, kollízió autós és uh, kerékpáros között, mint teszem azt Szlovákián vagy Magyarországon. Úgy kell elképzelni a történetet, hogy annyi profil, akik ott, hogy nem tudsz lemenni boltba konkrétan, hogy nájon valaki ott a kasszán, úros. vörtúros. De tényleg? De komolyan. Mert de... tessék akkor pár név, ki az, akivel így rendszeresen összefutsz, vagy nem tudom, közel laksz hozzá. Hát uh, vannak olyan részek Gironába, ahol ha össze akarsz futni kerékpárossal, akkor ott összefutsz. Mert vannak ezek a vannak olyan kávézók, vagy vannak olyan városrészek, ahol tuti biztosra, mert ott többen laknak. Én olyan városrészben lakom, ahol, ahol nem tudom, hogy laknak egy páran, például egy az srác lakik egy, egy utcával tőlünk, illetve, illetve az Izraelből laknak ott egy, egy, egy páran, szintén két-három utcára. Az 5000-es ki? Dorian Godon. Godon, aha. Godon. Történetesen az ő barátnője a mi masszőrünk. Úgyhogy az jó, hát tudom. Itt, de jó, mert tényleg mindenki mindenkit ismer. És mit mondtál még, melyik csapat? Izraelesek, hát, és, és, eszméletlen sok az Ausztrál, illetve a tengeren túli kommunitás, hogy gyakorlatilag a... Fél a, Aki a Jacob ba Ausztrál, az, az szinte száz százalék, hogy van lakása, vagy, vagy bérel lakást Gironában. Uh -huh. És amit meséltél podcast felvételet, hogy Izraelnek ugye nincs messze tőletek a szervizkurszak. A szervizkursz ügyileg azt tudom, hogy a hogy az Education Firstnek, nek illetve az Izraelnek van a Service Course a Gironából, a Gironához közel, illetve nekünk, hát a miénk az egy eléggé kisi ahhoz, a, a, a véghez képest, de hát tudni kell, hogy ezért mi egy konti kontinői csapat vagyunk, és a kötőle. nagy máshol van? Igen, a nagy nagykanyonnak lipcsében. De nem nagyobb a <laughs> De igen, ezeknek a, ezeknek a virtual proteineknek ott van, illetve tudom, hogy a, hogy a is ezáltal, hogy ugye nagyon sok versenyzőjük lakik, a, lakik, ott, ezért nekik is van egy ilyen úgymond kisebb lerakatjuk a, a környéken utolsó előtti kérdés, ha már kanyon, akkor ti alkatrészt ügyileg nagyon jól el vagytok látva? Eddig igen, ezzel a Generation Team-mel kapcsolatban, meg úgy, hogy most már a Vas aki a szerelőm volt az elmúlt két évben, jó átlátása van a csapat raktárak körül, ezért, ezért a mi csapatunk jól el van látva, az arra 8-9 versenyzőre, konti szinten tendert fölüli az ellátásunk azt tudom, hogy, hogy ez évről évre kevesebb és kevesebb. Eddig ez, ez egy oké ok ok összeg volt. Meglátjuk, hogy ez a jövőben mennyire lesz oké. Ok. Azt tudom, hogy most ugye gyakorlatilag a Lidl, Movistar, Lidl vitte a legtöbb SRAM szettet el. Mert nekik volt ugye a legtöbb versenyzőjük, két World Tour csapat, stb. stb. Movistar is SRAM-mal megy, és most uh, tavaly évtől a Jumbo Visma szrammal SRAM-mal menni, illetve jövőre a bora is szramban megy. Ezt látod hogy most egy nagyon nagy titkot Nem amely. hiszem. <laughs> úgyhogy, úgyhogy, kezd, min, minél, több, minél tovább megyünk, annál több Tour, illetve Prokonti csapat viszel használ sram ami, ami, hát gyakorlatilag a sram gondolom, hogy nem véges a, az a keretje, amivel, uh -huh. amivel szponzorálni tudnak egy csapatot, és hát és egy, és egy, Virt, és egy férfi Virtúr csapatnak az eleve több, több vagy több anyag kell, mint, a, mint, egy, mint egy, női vörtúrnak, vagy női konti csapatnak. Tudom, hogy egyén függő, meg nyilván egy jumbo viszma nem használná, de te szereted a sramot? Uh -huh. Szeretem, szeretem. Én végül is van egy, van, kaptam egy biciklit én is a csapattól, amivel, amivel a is környékén eh, vezettem az edzést, főleg azért, meg hát kerékpározok is, főleg így most eh, hobbi szinten szezon végén, és nekem nagyon intuitív a, a váltása. Tehát akkor szeretős. Hm? Jó, Ádi, utolsó kérdés, de nevet komolyan, ez nyilvánvalóan poénos zárás. Kinyomjuk a gombot, befejezzük a podcastet, elindulsz hazafelé, megcsörön a telefonod, és teljesen mindegy, hogy ki, de egy ugyanolyan ajánlattal betalál, mint annó a pannon kapcsán. Szeretne egy sportigazgatónak, van pénz, lesznek versenyzők, marha jó versenyzők, nagyon komoly a cél, tehát ugyanaz, előjön 23 végén, mint előjött 17 végén, egy pillanatig is elgondolkozol azon, hogy hazajössz és ott hagyod a kanyarsrambot, vagy neked ott most marha jó? Nem, nem, biztos, hogy nem. Nekem ott eleve még élőszerződésem van jövőre. Végül is ezt a Generation témát is uh, úgymond mi csináltuk, vagy én csináltam a... Uh, ez a saját csapat. saját most... csapat. Úgyhogy idézőjelesen. Hát, főleg a, főleg a Balázsról majdnem, hogy építettük újra. És a, te, és a Mikivel. Jó, akkor ne csörögjön a telefon. Úgyhogy nyugodtan csöröghet, és, és amúgy hívtak is, idén nem, tavaly volt pár megkeresés, különböző csapatokból, és mondtam, hogy mondtam, hogy nem, de most már új csapatoknak biztos, hogy azt mondanám, hogy nem. Jó, oké. Okay. Ádi, szerintem szuper volt, nagyon szépen köszi, hogy jöttél, nektek köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!